Innen már lekerült a régi faelem a Tisza Virághíd korlátjáról. A mai napon ugyanis megkezdték azok cseréjét. 8 év telt el a híd átadása óta, melyet nap mint nap több ezer ember használ, ki biciklivel, ki gyalogosan. Az időjárás viszontagságai miatt azonban a korlátfa elemei hullámosodtak, így újak kerülnek a helyükre. Az önkormányzat műszaki igazgatósága javaslatot tett ennek a cseréjére. Az önkormányzat a költségvetésbe erre forrást elkülönített, és 2018-ban pedig ennek a cseréjét megkezdtük. A felújítás bár már korábban is indokolt lett volna, mégis váratott magára. Ennek oka pedig az időjárás. Az elemek anyagösszetétele miatt ugyanis arra várt a kivitelező, hogy a hőmérséklet ne haladja meg a 25 Celsius fokot. A beruházás 7 millió forint plusz áfába fog kerülni. Mai nap során kezdődött el a korlátoknak a cseréje, ez körülbelül 10 napig fog tartani. Az anyag egy úgynevezett wood plastic VPC anyag, ami 40-60%-os fa, illetve műanyag kompozit. Összesen 1100 folyóméter új elemet helyeznek majd el a gyaloghídon. A közlekedés a munkálatok ideje alatt is biztosított. Az érintett területeket jelzőtáblákkal, illetve bójákkal látták el. A Város Üzemeltetési Kft. A rekonstrukció során fokozott figyelmet kér a hídon közlekedőktől. A felújítás október 17-éig tart.